Az augusztus 20-a előtti napok nagyon izgalmasak a cukrászok számára, és persze a nagy közönségnek is, hiszen tudjuk, hogy ilyenkor már javában készül az ország tortája. Már 12. alkalommal kerül erre sor Magyarországon. Csekő Sándorné a vendégünk, és hát nem érkeztél üres kézzel, ugye sok-sok finomságot hoztál, de hát itt a kollégáink már Pavlov kutyájaként meredtek ezekre a különlegességekre. Hát lehet, hogy a nézők is így lesznek ezzel. 12 éve választják ugye az ország tortáját. Milyen szempontok alapján történik az értékelés? Hát a szempontok elsősorban, hogy magyaros ízvilágú legyen, egészséges, természetes alapanyagokból készüljön, és jellemző legyen a magyar növényekre, gyümölcsökre. Most is így történt, hiszen az egyik körte ízű, a másik megy ízű, de megtalálható mind a kettőben a méz, a dió, a mandula, Magyarország csodálatos hüvelyesei, növényei, gyümölcsei, úgyhogy minden évben csodálatos torták készülnek. Mekkora volt a kínálat? Tehát hány tortább indult ezen a küzdelmen itt ebben az esztendőben? 26 tortával indultak, és aztán különböző megmérettetések voltak, míg végül az utolsó 5-ből döntötték el, hogy melyik lesz Magyarország tortája. Nos, hát ugye akkor meglett a két győztes, és ezt most már Magyarország szinte minden cukrásztájában lehet fogyasztani? Mindenki el tudja készíteni? Erre fel kellett iratkozni, és csak azok kapják meg a jogot, hogy árusítsák, akik betartsák azokat az előírásokat, ami azzal jár, hogy csak természetes alapanyagokat használjunk, és hogy hűek maradjunk a recepthez. És gondolom, hogy mindenképpen megpróbáljátok úgy elkészíteni, hogy megjelenésében is hasonlítson ahhoz, ami tulajdonképpen ugye a nyertes torta lett. Tehát már ez is egy nagyon izgalmas dolog. Sikerül rögtön az első sütés? Vagy nem. Ilyenkor azért nagyon nem, sok próbasütés előző? Nem sikerül, tehát a cukrászok összedugjuk a fejünket, elkészítjük többször is, míg aztán végül belevágunk a több száz tortába, mert azért ez nem kis pályás feladat augusztus 20-ára a vendégeket ellátni ennyi süteménnyel, ennyi tortával, és egyre nagyobb az érdeklődés, és egyre nehezebb nekünk ennek a kihívásnak megfelelni, hogy még délután is legyen tortánk. Ugye van egy ilyen kis rózsaszín árnyalatos, én ezt most meg fogom kóstolni, bár állítólag a vezérlőben ülő kollégáimnak kell letesztelni, de lehet, hogyha mérgező, akkor már most már teljesen mindegy, mert utána már csak egy filmet kell ajánlanom a kedves nézőknek. Na jó, ez csak visz, nyilván semmiféle probléma nem léphet föl ezzel a tortával. Ha jól tudom, ő a cukormentes variáció. Kik azok, akik ezt a tortát választják? A fitnessőrültek, pontosan. A dagi anyukák, akik azt pontosan hiszik, hogy csak akkor lehet bűnözni, nincs benne cukor, vagy pedig esetleg a cukorbetegek. Igen, és azok is végül is ezért készült el ez a torta, Nádori cukrászatnak a nyertes tortája ez, aki minden évben három kívánsága neve, mert már harmadszor sikerült neki országtortát készíteni, nagyon elhivatottan csinálja a cukormentes tortákat. És isteni. Nagyon, és hát végül is meg akarunk felelni azoknak, akik nem akarnak cukrot fogyasztani, ez szilittel készült, és eritritollal, tehát és ez a cukor dió van az alján, ugye, a körtében? Igen. Dió, túró, tejszín, és ez a finom, könnyű hab a tetején, tehát nagyon-nagyon kellemes, és nagyon szép. Nagyon finom. Remélem, finom ő a három kívánság, akkor mesélj nekünk a másikról, ameddig én jó ízűen falatozok. Hát a másik torta, a komáromi kislány, ez Stracek Ádámnak az alkotása, és olyan szép mind a kettő, mert nem csak, hogy magyaros, hanem még ráadásul meseszerű is, hiszen a három kívánság a mesékből jött elő, a komáromi kislány az is magyaros, hiszen Vigyél át a Dunán című dallal folytatódik. De jó néz ki, de ha ezt is megkóstolom, akkor engem megölnek a többiek, hát ennyi nem érvényes, nem jár. És akkor ez a bizonyos komáromi kislány, az, hogy mondtad, meggyet tartalmaz, igen, és igen. Még mi van benne? Hát a komáromi kislányba
mézes, diós, tészta alapú, bocsánat, a komáromi kislány az a körte alapú. Akkor összekevertük. Abba van a körte. Aha. És csokoládé, vaníliakrém, fahéj és gyömbér. Nagyon jól hangzik. A másik tortában pedig hozzáadott lisztet és cukrot nem tartalmaz, de van benne nagyon finom mandulaliszt, dióbél, almalében áztatott csiamag, tejszínes főzött sárgakrém, rögös túró. Milyen hát szép kifejezés. Bonyolult, hogy ezt mi rátok bízzuk. Citromos megybetét, és a tojás fehérje felhőcskék, hát maga a szó is olyan gyönyörű, és tényleg olyan felhőszerű. Tehát... Úgy hallottam, a kedves férjed említette, hogy aki esetleg arra vágyik, van egy negyedik kívánsága mondjuk, a három kívánság mellé, annak akár fagylalt formájában is el tudjátok mindezt készíteni. Igen, nagyon kreatívak a cukrászok nálunk, hála Istennek, és már az elmúlt években is előfordult, hogy megcsináltuk a fagylalt változatát. Például az Őrség Aranya című tavaly előtti torta még most is benne van a vitrinünkben, és nagyon szeretik a vendégeink, és mint az elmúlt években most is elkészítjük az országtorta fagylalt változatát és az inyenceknek, az édes szájúaknak is, úgyhogy nyalakodni is lehet. Szerinted mi volt eddig a legkülönlegesebb az elmúlt 12 év alatt? Melyik országtortája? Hát az az igazság, hogy nálunk nem maradnak meg a vitrínben a torták. Ahogy letelik az ünnep, már tovább nincs rá igény. De mint mondtam, ez az Őrség Aranya, ez például egy nagyon-nagyon sikerült, nagyon szép és nagyon finom torta volt a tavaly előtti. Meg számomra ez volt a legfinomabb. Van, amikor évelején beszélgettünk a kedves férjeddel a fagyikról, és én mondom is, hogy olyan isteni pisztáciát én azóta se ettem, mint amit ő ide behozott hoznánk, és arról beszélgettünk, hogy hát bizony ez szezonális dolog, és attól függ, hogy milyen az időjárás. Hát most nem panaszkodhatnak a fagyisok, mert tényleg rekkenő hőség van, gondolom, hogy jól fagy a fagylalt is. Igen, ilyenkor. Hát a férjem ennek nagyon-nagyon örül, mert a családban ő a fagylaltos, én meg vagyok a süteményes. Uh-huh. Hát akkor azt hiszem, hogy ez az ország tortája is nagyon nagy örömöt okoz majd, akár a diétázóknak, akár azoknak, akik nyugodtan falatozhatnak, mert megengedhetik maguknak, semmilyen egészségi problémájuk nincs, és az alakjuk is kifogástalan, úgyhogy reméljük, hogy sokan ünnepelnek majd augusztus 20-án akkor egy-egy szeret ország tortájával. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük szépen.